Zaratusztra zend a Magyar nyelvre átültette és a bevezető tanulmányjal ellátta Zajti Ferenc. Budapest 1919. A szerző kiadása. Zaratusztra. Még eddig nem volt proféta, aki oly tiszta érzéssel, s bensőséges szívbeli vágyakozással tudott volna felemelkedni Uraistenéhez, mint ahogy Zaratusztra tette a tisztaságos törvényeknek igaz nagymestere, az Istennek kedves dalnoka és bizalmasa is egyben. Idézet. Mindazon proféták közül, akik valami küldetéssel e világra jöttek, akik e föld számára törvényeket hoztak, egy sem volt eddig, aki úgy, mint Zaratusztra feltárta volna előttünk a múltat jövendőt. Ő megcselekedte ezt a Szent Könyvében, a Zendavestában, ami történni fog, a jónak és a rossznak titkát, és mindazt, ami a világ teremtésétől a feltámadásig volt és lenni fog. Általa ismertük meg a szellemek világát. Ő tanított meg az igazságra, és tőle származik tudásunk, hogy megkülönböztetni tudjuk, mi a jó és mi a rossz cselekedet. Idézet bezárva. Így írja ezt Ivánnak egy régi könyve. És ehhez ma se tudunk mit hozzátenni, és nincs mit elvenni belőle. Így igaz ez ma is. Zaratusztra vallását ismertetendő szent könyvében az Endavesztában foglalt és a közvetlenül neki tulajdonított gyönyörű fohászokat óhajtottam előbb átültetni, még a vallás lényegére és rendszerére vonatkozó dolgokat későbbre hagyom. Az a három ezer esztendő immár, mely eltelt azóta, mióta Zaratusztra fohászai első ízben hangzottak volt el, nem törölhette le himporát, és nem halványíthatta el sem szépségét, sem mélységét egy gyönyörű fohászoknak. És éppen ez a bensőséges volt a kölcsönzi neki ma is azt az értéket, mely maradandóvá teszi minden időn túl. Zaratusztra, görögösen Zoroaster, születési ideje a Krisztus előtti 900 körüli évekre vihető vissza. Születésekor már és gyermeksége egész idején sok-sok csuda történt vele. Folytonos támadásoknak volt kitéve a devek, gonosz szellemek részéről, akik mindenképpen el akarták pusztítani hatalmuk megtörőjét. De az úr segedelmével sikerült megharcolnia a nehéz harcot. Abban az időben, amikor Zaratusztra isteni küldetésével a földre jött volt, mindenhol a legféktelenebb báványozásba és istentelenségekbe voltak süllyedve az emberek. A föld is, és egész teremtett világa újjongó örömmel fogadta Zaratusztra jöttét. Ifjúsága minden örömét a bölcsemberekkel való érintkezés és az isteni szendolgokkal való foglalkozásban kereste. Húsz éves korában keresztül utazván Iránon és a szomszéd országokon, szomorúság fogta el szívét a mindenfélve báványozásba és varázslásba süllyedt nemzetek láttán. Hazatérve teljes odaadással szentelte magát a tudománynak, melynek segélyével a népek gondolat és érzés világának megváltoztatását eszközölhetné. De amikor látta, hogy az ember munkája és tudománya erre sohasem lehet képes, Elvonult az erdők rejtett magányába, Istentől várva a segedelmet. És az Úr teljesítette szíve leghőbb vágyát. Angyalait és a szellemek nagy seregét küldte el hozzá segítőtársul. És eljött hozzá maga az Úr is, és kinyilatkoztatta előtte mindazt, ami volt, és ami a következő időkben lenni fog. Megtanította az igaz törvény igaz ismereteire és megiratta vele a zend avesztát. Megjegyzés. Avesta annyit jelent, hogy törvény. A zend avesta, zend nyelvén írott törvénykönyv. Tovább. Erdei magányában egyszer csak megjelent előtte a fényességes angyal Báman, akinek tekintete olyan volt, mint az ízó nap, és kérdezte tőle. Ki vagy te, ó ember, és mit keresel itten? Zaratusztra feleli. Azt keresem, ami az én istenemnek, aki mind a földi, mind a mennyei világokat teremtette volt, tetsző dolog lehet, mert magamtól nem tudom, hogy mi legyen a helyes. Ó, te tisztaságos lény, mutasd meg nekem a ma törvény útját, melyen majd járhatok én itt lenn. A tisztaságos angyal örvendett a beszédnek, és folytatá. Történjen kívánságot szerint. Magammal viszlek majd az úrhoz, ahol kérdéseidre feleletet nyerhetsz. És ekkor lelkében elragadtatva, már ott is állott az úr színe előtt, aki fényivel elárosztatta az összes mennyeket. Angyali seregek járultak hozzája, és minden egyesnek volt valami mondani vagy kérdezni valója. Az úrhoz fordulva kérdezi őt. Mond, ó uram, szolgáit között a földön kit nevezelte jónak. És az úr, aki minden ha volt és minden ha lenni fog felelé. Jónak azt nevezem, akinek a szíve tiszta, aki jó szívvel van nem csak a hozzája jókhoz, de minden emberekhez. Aki gazdaságot nem gyűjtött magának, s jó szívből tesz jót minden teremtménynek. A tűz, a víz, a föld és a lég minden parányi éltető lényének, igen. Az ilyen ember békességben és boldogságban legyen, örökkön, örökké. Én ellene vagyok az olyan embernek, aki a jót a rosszal keseríti, és csak szomorúságot okoz az én szolgáimnak ott len. Ó, mondd csak meg minden nemzetségnek, hogy az ilyenek számára nagy-nagy szenvedés vár és megkérdezi Zaratusztra az angyalok dolgát is, és a tiszta szellemekét, akik oly igen kedvesek az úrnak, és a tisztátalan Arimánnak és a deveknek a sorsát. És válaszolt az úr. Én vagyok az, aki megtanítom az embert a jóra, még Arimán a rossznak mestere. Az én törvényem nem az, hogy az embereket nyomorúságba fogjam. Tudd meg, hogy a rossz, az csak Arimántól jöhet, úgy minden rossz cselekedett és minden rosszra hajló gondolat. És ezt a gonoszságot én megbüntetem a pokloknak helyén. De balgák beszéde az, mikor mondják, hogy a rosszat is én cselekedtem. Majd a maga halhatatlanságát kérte Zaratusztra az úrtól, de az úr válaszolá. Ha megszabadítnálak is téged a haláltól, semmit sem használna néked, mert akkor a gonosz varázslok fejedelmével is ugyanúgy kellene cselekednem, és a nyomorúságok idején magad könyörögnél nálam, hogy a halált megízlelve részed lehessen a feltámadásban. És ekkor valami mészféle dolgot adott neki az úr, s mikor elfogyasztotta, mint egy álomszerű képben látta maga előtt az emberek szíve érzéseit és gondolatvilágát, és megengedi az Úr, hogy láthassa azokat a dolgokat, amelyek végbe mentek volt, és elkövetkeznek a teremtéstől mind a feltámadásig, és különösen, ami az utolsó évezredekben történni fog. A gyötrelmek és sok-sok szenvedések látásakor azután már nem kívánta többé a földi testben való örökös megmaradását. Majd Megtanította az Úr az égitestek járására, a csillagok jó és rossz kisugárzásának törvényeire, a természet titkainak mélységeire, az angyalok felséges voltára és a többi mennyei lények minden dolgaira. Láthatta Arimánt is a maga világában, aki hatalmas hangján kiáltozott feléje mondván, hogy ne törődjön az isteni törvényekkel és adja neki a szívét, és teljesíteni fogja minden kívánságát, és hogy ne az ő országa népit a földön és égben. Zaratusztra azonban válaszol áll. Csalóka lény és látszat, amit magadból ígérsz. Isten kegyelme lesz velem, és azzal elrontom mindazt, amit építél a földön. És most látta Zaratusztra, amint egy tűzfolyam hömpölygött feléje, melyből izzó érc ömlött ki testére, de amelytől egy hajaszála sem pusztulhatott el. És ekkor szétnyitotta keblét, s mint a lágy viaszt, szedte ki belőle az olvat érceket. És mindez az úr akaratából történt volt így, mert akit az Isten oltalmaz, annak sem tűz, sem víz, soha nem árthat. Mondd aztán az úr, Ó, te pásztora az én népemnek! Mondd el nékik, amit te mostan itt láttál. Aki a gonoszság fedelmére hallgat, annak testéből vérfolyam patagzik, és tűzlán azt, úgy, ahogyan láttad, és a tűzfolyó jelentését is halljad. Egy emberi nemzetség fogja törvényemet elhagyni, és arimán után fut majd. Azonban a jó szellemek seregei felkészülnek ellenük a harcra, amikor is legyőzött vén, a tűzfolyam elemészti őket. Ekkor fog megjelenni Zaratustra szellemei leszármazottjaként az a férfiú, aki a nagy küzdelmek után beálló csendességben megtanítja az embereket mindazon dolgokra, amire a földön csak szükségük lehet. És mondá még az úr, én a tomboló viharban rejtező csendesség vagyok és fényen világ a titkon világol elő a külső csillogás legbenső mélyiről. Ne tégy, ne taníts soha mást a földön, csak amit tőlem hallottál volt. Úgy majd az időknek végén én is könyörülettel hajlok te hozzád, mert tudd meg, nem kedvemre való dolog, hogy te a bűneidben soká megmaradjál, hanem hogy téged elmondjalak a rossztól, és hogy bűneidet kisebbítsen folyton. Aki bűnt vett, törvényem úgy írja elő, hogy a pokolban a kárhozatot arat, míg a jó, az jót fog aratni. Erdei magányában azután meglátogatták, és tanítgatták őt az állati lelkek védőszellemei, az elemek ragyogó angyala, aki elrendeli az áldozati tűzgyújtását, amelynek lángja lobogása hasonlatos az Isten tiszta fényéhez, és amelynél szebb, gyönyörűbb dolog nem adatott a földön az emberek számára, s hogy csak zöldellő gajat égessenek, és csak füveket illatoztassanak, ívja és öregje egyaránt, s az Isten mindenkor meg fogja hallgatni ájtatos, egyszerű imájukat. Majd a Föld vezérlő szelleme szólott, szorgalmazva a Föld odaadó buzgó művelését, és a vizek, források és folyók szelleme is eljött s végül a gyümölcsöző fák és virágok lelkeinek vezérlő tiszta szelleme elhozva mindenik a maga tanítását. És megtanították minden dolgokra az úr által mellé rendelt szellemi seregek, hogy a csillagvilágok mindegyike a földhöz hasonlóan szellemi és emberi lényekkel van telítve, és ugyancsak élet zsong a föld és a napközi szférák gyűrűjében, hogy az emberi lények születésük előtt, mint szellemi lények éltek már a mennyekben, és haláluk után ismét odatérnek vissza, hogyha jók. De mint szellemek is ellátogathatnak a földre. Még a rosszak a pokolba jutnak, és ott maradnak feltámadásukig, amikor azután megítéltetnek. Zaratusztra idejétől számítva három esztendő elteltével oly rossz lesz az emberiség a földön, hogy az Isten a megváltó személyes megjelenését teszi szükségessé a földön. Ez meg is fog születni Zaratusztra kései szellemi magvából, és megváltónak, üdvözítőnek fog hivattatni, aki megkezdvén tanítói működését megsemmisíti majd a földön a rosszat. És ekkor lesz a halottak feltámadása, amikor elnyeri kiki -ki a maga büntetését, és munkára hívja el az úr a hozzá hű övéit és ezzel be fog fejeződni a tizenkétezer éves világperiódus negyedik, háromezer éves szakasza, amely Zaratuszra tanításától az úr eljöveteléig fog majd nyúlni, hogy azután az új teremtés reggelén új munkára hívja el az úr az ő szorgos és hű szellemi seregét. Zaratusztra az emberek és az Isten igazság hőszeretetéből választá csendes erdei magányát. Ez tartja róla a legrégibb hagyomány. Mikor aztán az úr és a szellemi seregek közölték volt véle a legfelsőbb lény akaratát, előjött újra az emberek közé, hogy továbbadja a szent tanításokat. A varázslók és bálványimádók nagy serege rontott volt rája, hogy tanával együtt megsemmisítse mondván, hogyha mindig is olvasni fogod a te a vesztádat. Ellenünk mégse tehet el semmit. És mégis, hogy tehetett. Vele volt ottan is az úr és a szellemi seregek, kikelől az istentelen báványozók és a rossz lelkek csapatos raja futva menekült. És lassan, lépésről lépésre meghódította iránt, miután Visztaszpa király egész családjával s néhány előkelőség az ország nagyjai közül odaadó pártfogói lettek. Híre messze országokba is eljutott volt. Az indusok legbölcsebb embere, csengere és hírét halván vitára szólítá Zaratusztrát. Két esztendeig tanult már odaadó buzgalommal, hogy a szellemi küzdelemben legyőzze majd Zaratusztrát. A győztes azonban mégis Zaratusztra maradt, mert amikor felolvasta előtte a Zendavesta egyes részeit, ámulattal telve hajolt meg előtte India akkori legnagyobb bölcse mondván. Megöregettem már, őszfejjel állok itt előtted, és ime, minden bölcsességem piróval szégyenül meg e könyv isteni tanítása előtt, mert ami titkokat emberi ésszel eddig megfejteni nem voltam képes, arra ez a könyv már feleletet adott. És milyen bölcsesség lehetett az, amely mindezeket a tudásokat sorra beíratta? Bizony mondom, kétszáz esztendő sem lett volna elégséges csak arra, hogy a kérdéseket rendre összeszedjem, amelyekre itt már feleletet is nyertem, miért is elismerem és magasztalom ezen mű tisztaságos, isteni voltát. És az őszbölcs egyik leghűbb tanítványa lett Zaratusztrának, és hazatérve Indiába több mint 80 ezer ember térített meg Zaratusztra gyönyörű hitvilágának. Tanai eljutottak Kaldeába, ahol maga is járt és térített. Pitágoras is, és az egész komolyabb görög filozófia az ő tanáiból merített sok dolgot. Hatással volt a zsidók fejlődő vallásrendszerére rendszerére, és ezúton a keresztény hit fölfogásokra is. Élete alkonyán Vistaszpa király háborút kezdett Turán fejedelme, és istentelen báványozásba sűjt népe ellen. A harcot megnyerte ugyan, de nagy-nagy áldozatba került állítólag a 77 éves ősz Zaratusztrát is turáni harcos ölte meg. Az emberek szerint Zaratusztra szent próféta volt. Ő magát az Isten alázatos szerény dalnokának tartotta csupán. Önmaga tanult meg élni, hogy a példát életével szolgáltassa. Hite, mint élete, egyszerű volt és tiszta. A végtelen, a minden törvényt magába foglaló Istenről Dávid nem zengett szebb zsoltárokat. Amikor elvonult csendes magányába, szívét, lelkét teljesen átaladja az úrnak, lelki szemei előtt kibontakozik az évezredes múlt és a messze jövendő. Maga előtt látja a nagy munkát, melyre feladata hívja, átreformálni, lényegében újjáalkotni az elrontott vallási elveket, és Ura isteneseged segedelmével megfelelt ennek elvonult előtte az egész teremtettség. Szóba állott az azt éltető szellemi és lelki világgal. Megtudakolta az angyalok neveit és minden tündérekét. Együtt járt az úrral. Együtt sírtak az emberek rosszaságán, és együtt örvendeztek minden megnyilatkozó parányi kis jóindulatnak. Tanítását közvetlenül nyerte az úrtól. Nem az Istentől, aki a mindenséget tartja végtelen időben, de az ő belőle való testesült szent akarattól, e földet és a mi lelkivilágunkat vezető, és annak törvényét megalkotó egyetlen úrtól, aki itt minden érzésünk és minden gondolatunk. Aki már oly sokszor egybe akarta gyűjteni a e földnek népeit, de azok soha nem akarták. Akinek tüze ott lángolt fénylőn a Mózes arca előtt égő vad rózsabokorban, aki a pusztában vonuló tábor felett annak vezérlő oszlopaként ott lebegett folyton, aki maga előtt küldte zaratusztrát is, és akinek tizedet adott, és teljes tisztelettel hódolt volt régen Ábrahám, az atya és az anya nélkül való, magát az Isten felséges papjának nevező melkizeteknek. Az úrtól nyert közlések nyomán megvilágítja a közeljövőt, amelyben Zaratusztra szellemi magvából meg fog születni maga az úr, a világ megváltó messiás. És ezer évvel később így jelezte volt, meg is született tényleg, amikor Zaratusztra késő utódai odazarándok voltak, hódolandó a magasságosnak. Előttünk ismerős és kedves történet, amikor keletbölcs férfiai elindulnak a csillagfény után, hogy ráakadjanak az istálló szalmáján pihenő parányi gyermekre. Ó, az úrnak utai csodálatosak és megfoghatatlanok. Zaratuszra nem ismeri a bosszú álló, az örökre büntető istent. Az ő Istene a derült napsütésben az éltető élet. Az ő Istene nem teremti a rosszat, de végig kíséri azt bűn utain. Ő az öröktől való, és ő tartja magában ezt a nagy-nagy mindenséget. Mint belőle származott akarat, Ahura Mazda, a mindenek fölött való úr, a keresztény hittamban a fiúistennek megfelelő testesült szellem ő, akinek lényege a végtelen szeretet, amely létre is hozta az örökké valóság mélyében. Ugyancsak a keresztjén hittan angyalaival és szellemivel egyeztethető az Endavestában szereplő szellemek kara. Ennek ellentéteként szerepel az Arimán fennhatósága alatt tomboló rossz szellemek és lelkek romboló világa, éltetvén az anyag élő életét, mint egy alulról felfelé törve. A mocsár fölött lebegő nehéz pára ez, még a fényben munkáló szellemi seregek felülről aláomolva érlelik és átalakítják a súlyos anyagot. Dolgoznak, munkának szakadatlanul, a haladásba éltetőül a fejlődést, és a fejlődésbe célul a folyton szebbülést írva. Egymással küzdő két szellemsereg, mely betölti a közöttük boruló eget az azon áttetsző napot, holdat a fényes csillagokat, mely éltet is mozgatja a levegő ég színét, a vihar tombolását, mely értelmet ad a víz, eső, spárak körforgásának, vezeti a füvek, erdők, lelki éltetését, átfogja a hegyek magosságát, a völgyek mélységét, a tengervizét, a föveny homokját, és módjával élteti a hegyek sokféle érceit és köveit. Köztünk járnak és befolynak napi dolgainkba, gátlólag, avagy előbb-előbbre segítve. Velük megértetni magunkat, szavokat hallani, s az szerint igazodni minden dolgainkban, Szent Könyve Tündérország Törvénykönyvében különösképpen erre tanított mikor az úr megtanította az a zend avesztában foglalt dolgokra, mondd neki, menj és olvast fel ezt visszaszva királynak, hogy azután oltalmába vegye. Mondd meg neki, hogy ki vagyok, és hogy melyek az én igazi útaim. Zaratusztra végtelenül örült ennek a parancsnak, és teljesítette legott. Egyenesen balkba sietett, ahol a király lakott volt a király elé kerülve előadta jövetele célját. A király meglepetve Zaratusztra bölcsessége által maga mellé parancsolta országa bölcs férfiait és tudós papjait, akikkel azután együtt kérdezősködtek minden dolgokról és azok mélységes titkáról, amely kérdésekre, Isten bölcsessége által vezéreltetvén, Zaratusztra sorba feleletet adott. A király dicsérette halmozá el, és jó indulatáról biztosította. Majd személye iránt érdeklődött, hogy ki, mi volna, hogy honnan, mely tájról érkezett. És a bölcsek haraggal teltek el iránta, amikor megtudták, idegen voltát. Zaratusztra ugyanis irántól északra vagy északnyugatra fekvő valamelyik szomszédos országból került át Iránba, működési terének főhelyére. Az ellenesküvő papok és bölcsek táborát azonban lefegyverezte tudásának teljes hatalmával. És a király előtt nagy lett Zaratusztra, aki ezeket mondá neki. Én Istentől küldettem, aki az egeket alkotta, és a földet, és a sok-sok csillagokat. Az Istentől, aki nap-nap után táplálja a földnek lakóit, és aki az ő szolgáit magához veszi. Aki koronádat a fejedre tette, és megóv téged minden veszedelemtől, akinek erejéből kormányozol és uralkodol minden szolgáid fölött. Ekkor oda nyújták királynak az endavasztát, és mondá, Azért küldött engem az Isten erre a világra, hogy szentséges akaratát a nemzetségeknek kinyilatkoztassa. Te is, ha cselekszed az Isten akaratát, a ragyogó fény fog körül ott abban a világban de már e földi hazában is, még ha nem hallgatnál az isteni szóra. Úgy akkor széttöri koronádat az Isten, és szomorú véged leend. Hajolj meg azért az úr tanítása előtt, és ne kövesd az istentelen ördögi tanokat. És a király válaszolá. Mégis, hogy mit hozhatnál föl magad bizonysága mellett, hogy higgyek szavaidnak, és micsoda jel cselekedhetsz, hogy küldetésedet igazolni tudnád, és hogy azután higgyek küldetésedben, és védelmeződés és hited oltalma legyek. Aki azt cselekszi, amit én tanítok, mondá Zaratusztra, az nagy-nagy csodákat fog cselekedni. Azt mondá nekem az úr, ha a király majd jelt kíván tőled, csak olvasd az endavesztát, s más csodára nem is lesz szüksége, mert a könyv amelyet itt magad előtt látsz. Csodának éppen elég csoda. Föltárván előtted, amit a két világ titkokat magában rejteget, a csillagvilágok pályafutását és a jó cselekvőknek az útját. Úgy hát akkor olvasd az Endavestát. És Zaratusztra felnyitotta a könyvet, és kezdé olvasni a királynak az Endavestát.